Szervusztok, gyerekek! Ma a Szárnyas Királyfi című népmesét mondom el nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, és annak olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. Mikor a király kisasszony eladó sorba került, 10-20-an is jöttek leánynézőbe, mind csupa királyfiak, de a király kisasszonynak éppen a legszegényebb királyfin akadt meg a szeme. Azám, csak hogy a király azt szerette volna, ha a leánya a leggazdagabb királyfit választja, és mert hogy nem ezt tette, nagy haragjában bezáratta a palota legmagasabb tornyába, s ott tartotta szomorú rabságban. Hiszen zárhatta, mert a szegény királyfi minden alkonyatkor meglátogatta a király kisasszonyt úgy, hogy arról senki lélek nem tudott. Ugyan hogy lehetett ez? Úgy, hogy a királyfinak volt egy ezermester inasa, ez szárnyat csinált a gazdájának, s amint esteledett, alkonyodott, felszállott a város szélén, s mint egy madár, úgy repült be a torony ablakán. Hát ez így volt egy hétig, kettőig. Egyszer azonban eszébe jutott a királynak, hogy meglátogatja a leányát, hát ha szép szóval másfelé fordítja a szívét. No, éppen jókor talált menni a toronyba. A szegény királyfi ott üldögélt a király kisasszony mellett, keseregtek mind a ketten, hullott a könny a szemükből, mint az áporeső. Hely, szörnyű haragra gerjedt a király, mikor meglátta a királyfit, kirántotta széles görbe kardját, de bezzeg a királyfi sem tátotta el a száját, meglebbentette, csattogtatta a szárnyát, s hús, kirepült az ablakon. Meg sem állott, míg abba az erdőben nem repült, ahol ő egymagában lakozott kakas sarkon forgó aranypalotában. Nosza, a király mindjárt befogatott 6 lovas hintóba, s indult az erdőbe, mert hallotta volt már, hogy az ő erdejében lakozik a királyfi, csak hogy közeliben lehessen a király kisasszonynak. Ment a hintó után egy regement huszár is, s ahogy a palotához értek, egyszerébe körülfogták, a király meg bement a palotába. Bemegy az első szobába, nem volt ott semmi. Bemegy a másodikba, ott volt 2 ágy, 2 szék, egy asztal, meg almárium. Bemegy a harmadikba, s hát abban nem volt egyéb, csak egy íróasztal, amellett ott ült a királyfi, s szomorú verseket írt az ő nagy szívbéli bánatáról. Hé, szárnyas királyfi, kiáltott a király szörnyű haraggal, te voltál a leányomnál? Én voltam, felséges királyom, nem tagadom. Ha tagadnám is, mi hasznát látnám? Bizony, ha te voltál, ki is végeztetlek azonnyomban. Azt mondta a királyfi, ne végeztessen ki, felséges királyom, inkább vitessen vissza a toronyba, kötöztessen össze a lányával, s vetessen le a toronyból. Noha ez a kívánságod, ez teljesedhetik, mondta a király, pusztuljatok el együtt, szívem szomorítói. Hát csak ugyan úgy lett, ahogy a szárnyas királyfi kívánta. Visszavitték a toronyba, ott összekötözték a király kisasszonnyal, s ledobták a toronyból. Leám, csak hogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelejtették lekötni, s ahogy lelökték az ablak párkányáról, kieresztette a szárnyát, felszállott a magas levegő égbe, s repült a király kisasszonnyal, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Eleget kiabált a király utána, hogy csak jöjjön vissza, egyiknek sem lesz semmi bántódása, de bezzeg volt esze a szárnyas királyfinak, még a fejét sem fordította vissza. Nem szállott a földre, míg az apja udvarába nem ért. Ott aztán leoldották róluk a kötelet, s még aznap megesküdtek a fiatalok. Amire a király odaért, már megvolt a lakodalom, csak egy kevés maradék jutott neki a lakodalmi kalácsból. No ez így éppen jó volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle. Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rongos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret.
neki, másnak még érték lesz. Neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lesz. Neked számít, aki ámít, nekem szépít, aki épít, neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szereti. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték. Nemes Nagy Ágnes, Cifra palota. Cifra, cifra ez a fa, gesztenyefa palota. Zöld levélből összerakva, fényes éggel megtapasztva, háta, orma, oldala. Szüntelen a susogás itt, szüntelen a surrogás, leng a padló, leng a kémény, zöld sejemből ez a ház, ablak, ajtó, alagút, csiga lépcső, csodakút, s minden zugban gyertya, száz, füstös, fényes, óriás. Gesztenyefa palotában csupa fény és csupa árny van, csupa kuckó, csupa tér, mert itt mindig fúj a szél. Zárva van, tárva van, aki itt él, szárnya van.